közösen nemzeti imádságunkat, a himnusz. Közös eléneklése után a kenyérszentelés ökumenikus szertartása következik. Felkérem az egyházak képviselőit, Nagy Sándor baptista lelkipásztort, Kovács Tamás református lelkipásztort és Erdős Attila római katolikus plébános, áldják meg, szenteljék meg az új kenyeret. Kedves ünnepre egybegyűltek, ezen a mai jeles alkalmon engedjék meg, hogy Isten igéjét a Bibliából olvassak néhány igét, és egy-két gondolatot szeretnék a szívünkre helyezni. Máté evangéliumának 15. fejezetéből, 32. verstől fogom olvasni Isten igéjét. Jézus pedig előszólított a tanítványait, és azt mondta, szánakozom ezen a sokaságon, mert három napjaim már, hogy velem vannak, és semmit nem nincsen. Éhe pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy ki ne dőljenek az úton. És tanítványai ezt mondták, honnan volna-e pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk ilyen nagy sokaságot. Így is azt kérdezte tőlük, hány kenyeretek van. Azt válaszolták, két és néhány halunk. Megparancsolta hát a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre. Majd vette a 7 kenyeret és halakat, hálát adott, megtörte és odaadta a tanítványainak, a tanítványok pedig a sokaságnak. És mindnyájan ettek és jól laktak, majd összeszedték a maradék darabokat 7 telekosárral. Akik pedig ettek, 4000-en voltak férfiak, az asszonyokon és a gyermekeken kívül. 3 szót szeretnék kiemelni ebből az igéből, amely itt ugyan nem szerepel, de ahogy az egész történetet olvassuk, elébünk kerülhet a kenyerekkel kapcsolatosan. Az első szó, amit szeretnék kiemelni, az a szó, hogy kevés. Azt gondolom, hogy elég gyakran halljuk ezt a szót, talán mi magunk is időnként kimondjuk, hogy kevés. Kevesek a lehetőségeink, vagy kevesebbek, mint ahogy szeretnénk. Kevesebb a türelmünk, mint talán néhány évvel ezelőtt volt még. Kevés az a szeretet, amit igazából remélek, vagy kapok a környezetemtől. Kevesebb a pénzem, kevés a pénzem. És nagyon sokszor van bennünk ez a fajta panasz, amely elhangzik. És mi történt erre a szóra, amikor a tanítványok azt mondják, hogy van ugyan 7 halunk, de hát mi ez ehhez a tömeghez? És amikor meghallja én is ezt a szót, akkor ezt a keveset odaajánlja az Istennek. És mi történik a kevéssel? És ez a következő szó, amit szeretnék a szívünkre helyezni, az, hogy elég lett. Elég lett, és azért történt ez meg, mert Jézus valami olyat tett, amely számunkra példa lehet egy ilyen mai napon is. Odaadni és oda ajánlani azt, amin van, még hogyha kevés is, az Istennek. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy igen, kevés a szeretet talán bennem is, oda ajánlom-e az Istennek. Lehet, hogy azt mondom, hogy kevés a türelmem, oda ajánlom-e az Istennek. Mert hogyha ezt megtesszük, akkor azt tudjuk tapasztalni, hogy elég lesz. Az egymás iránti odafigyelésre elég lesz arra, hogy szeretetet tudjak adni, és
ne kelljen azt megalapítani, hogy elfogytam. És a harmadik gondolat, amit szeretnék a szívünkre helyezni, az az, hogy nem csak, hogy elég volt ez a bizonyos kenyér, hanem bűnség is lett. Hiszen amikor ez a 4000 ember, helyesebben több mint 4000 ember jól lakott, akkor azt olvastuk az igében, hogy összeszedték a maradékot, és egy két tele kosárral lett. Azt gondolom, hogy ha megtanuljuk azt, kedves gyülekezet, kedves jelenlévők, hogy egy ilyen szép éles ünnepen Istentől vegyük el azokat, amikre szükségünk van, akkor mi is megtapasztalhatjuk azt a fajta bőséget, amit ő számunkra ajánl egy ilyen szép napon is. Adja meg a Jóisten, hogy ebben a bőségben legyen részünk a következő esztendőben is. Részem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Kies helyre. Mit is jelent ez? Ritkán használjuk ezt a kifejezést. Kies az a kietlen ellentéte. Ott, ahol bőség van, az a kies hely. Kies jelenti azt, hogy kellemes, kélyes, ugyanabból a szógyökből származik. Vajon ilyes helye számunkra az a hely, ahol élünk, ahol ma ünnepel. Hadd mondjak el egy történetet. Valaki úgy döntött, hogy lakóhelyet cserél. Elindult hát és megérkezett egy városba. A város kapujában talált egy idős embert, megkérdezte, milyen ez a város? Az idős ember visszakérdezett. Milyen volt az a hely, ahonnan érkeztél? Hát, az rettenetes. Az emberek elviselhetetlenek, vitatkoznak, örök háborúságban élnek. Nehéz velük kijönni. Látod, fiam, ez a város is ilyen. Nem sokkal később egy másik vándor is megérkezett a város kapujába, és ő is megkérdezte az idős embert. Milyen ez a város? Milyen emberek laknak itt? Hát az a város milyen, ahonnan te érkezel? Rendes emberek, szeretni valóan. Ki lehet velük jönni? Meg lehet őket érteni. Na, látod, fiam, ez a város is. Nagyon sok múlik rajta, hogy mi milyennek látjuk a másik. Hogy él benne, hogy belelátjuk-e a másikba a jót, a szépet, az igazat. Mert akkor az megjelenhet. Igyekezzünk ezen, és akkor lesz igazán szép, és teljes az ünnep. És Pócs megyei polgárok, és szeretném megköszönni az illetékeseknek, hogy belevették a Urályi kápolna búcsúját és a koncertjét is a augusztus 20-ai programba. Jó páran eljöttek a Pócs megyeiek között, örülünk, hogy vendégül látunk őket. Én sem bírom megállni, hogy a imádság előtt egy mondatot ne idézzek a mai Szent és a Szent Eszkélyéből. Azt mondja Szent Pál az Efezusiaknak, újuljatok meg lélekben és érzéseitekben, öltsétek magatokra az új ember, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent. Ez az új ember, az új Ádám, Krisztus, akit mi a keresztségben öltünk meg után. Tudjuk, hogy Szent István pogány neve baj volt, és a keresztségben, akárcsak ő, mi is felveszünk egy nevet, amivel új emberré leszünk. És mert ez jobban kifejező, hogy most már valami mások vagyunk, ez lehet, hogy mai keresztény kultúrában már nem olyan rendkívül, de azért előfordul, hogy mindenféle ilyen modern nevekkel jönnek oda szülők a keresztelése, és akkor megkérdezem, hogy hát nem akarnak esetleg egy keresztény nevet is, és akkor megegyezünk, hogy ez a gyereknek egy védőszentje, legyen egy kereszt neve is, keresztény neve, amit az emlékünkben aztán bejegyzik. Mert ezen keresztül érezzük azt meg, hogy a kereszténységet milyen mellé. Nagyon fontos. Az a szeretet kereszténység nélkül Magyarországon meggyőződésen szerint nem lép.
az nem olyan, az nem igazi. Szent István azzal tette igazán a nagyot, hogy nem egyszerűen kialakított az állam szervezetét, hanem keresztényi tette ezt az országot, és egészen addig, amíg a kereszténységet nem csak valami eredeti, valami régi idejétű múzeumban való dolognak gondoljuk, hanem egy élő valóságnak, a saját magunkban is igyekszünk a Krisztust kialakítani, hogy megmutatkozzon, addig van esélyünk, hogy ez az ország maga teljességében ragyog. És amikor a történelemben azt nézzük, hogy milyen nagy dolgok vannak, akkor nem költőkünket kell nézni, hogy most miért nincs olyan nagyság, vagy dicsőség, hanem egyszerűen élni a magunk eszélő keresztény életét, és ezzel keresztül újra felvilágosodik az ország. Ez a kenyér, amelyet most megáldunk, legyen ennek az egységnek a kifejezője, hiszen mindannak úgy van belőle enni, mondja is a szintén Szent Pál, hogy egy kenyér, egy test vagyunk Krisztusban. Uram, álljunk fel. Könyörülj! Istenünk gondviselő atyák, minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és ma ezében kapott ajándékaiból elét hoztuk az új kenyeret. Hálán kell, amikor rá Szent Fiad elét rajzoljuk, és hálás szívvel örömmel tudjuk. Nem csak kérni, de megköszönni csak akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viselek. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, ragasztottak, sütöttük, hogy illatos ajándékot minden nap azt tudjuk. Fogadj, Urunk, érte köszönetünket, és áld meg azt, amit a kerül kenyeredet. Mennyi áldásunkkal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked is embertársainak hálát abban, a testünk lelkünk gyarapodására szolgáljon. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk minden nap kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él is uralkodik mindörökké. Keresség által Isten gyermekei is lettünk, és hogyha valóban az Isten gyermekei vagyunk, akkor szólítsuk őt meg úgy, mint atyánkat. Mi atyánk, akkor megnézben vagy. A kenyérszentelés szertartása után felkérem dr. Szacsvai Évát, aki néprajzkutató, etnográfus, hogy tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Tisztelt ünnepi közönség! Majdnem 1000 év az a hosszú idő, amit kialakult és kibontakozott, az a nagyon gazdag, szokásos ünnepi érzés rendszere, amely augusztus 20-ához köthető. Ha nagyon le akarom esetíteni, akkor azt mondhatnám, hogy Szent István, az ország és a Szent Nemzet atya a Szent Rómában van ennek az ünnepsége, de része az ünnepségek a Műkegyér ünnepe, és 1949-től a 90-es évekig a szocialista alkotmány születésnek ünnepe is. Nyilvánvaló, hogy ahogyan a felekezetek igazoltak a Szent István ünnepéhez a két háború közötti időben, tekintettel a trianoni tratatumokra, közeledtek a Szent István ünnepen is, a szocialista rendszer, amelyik belépett ebbe, felülemelkedve a felekezeti jellegű és ünnepség sorába, kitalálta ennek a szocialista ünnepváltozatát. Én azt gondolom, hogy 90 után valahogy megpróbálkozott a társadalom visszaállni és visszaalakítani azokat az ünnepi formákat, amelyeket 45 előtt alkalmazott és használ. De 1967-ben Bálint Sándor, aki kiemelkedő katolikus professzora volt a néprajztudománynak, azt mondta, augusztus 20-ának már nincs néprajza. Tehát ők elvették tőlünk, halusi emberekkel ezt az ünnepet, és valamit, amit helyette kialakítottak, azt nem tettük a napot.
A Szent Istvánnal kapcsolatos ünnepségnek az egyik alaptétele az tulajdonképpen az, hogy az Árpád-ház szentségi tekintélyét álmos kettősége meghatározta, és kettő szentségben emlékeztet rá, pogány és keresztény szentté. Ez az Árpád-ház további történetében egy megemelt szentségi szakális kultuszt jelentett, más hasonló kultuszokat. A Szent István ünnepség két Mária ünnep közé van, van elhelyezve. Az egyik a Sarvos Boldogasszony ünnepe július 2-án, amely annak az emléket, hogy Mária terhesen meglátogatja Szentet. Ebből keletkezett egy aratási ünnep sorozat, amelyet minden falu a maga rendjén szokása szerint alakított ki. Aratókosorúval vagy a palotaszegi reformátusok búzaharapot akasztanak a templomban minden évben ennek az ünnepnek a kezdete. Szent István alakította ki a másik nagy boldogasszony ünnepet, ami augusztus 15-ére esik. Ez az a pillanat, amikor Mária mennybevétele megtörténik, és ez az a mozanat, amihez Szent Istvánnak a felajánlás gondolata és tette következik, mert hiszen a mára mennybe fölemeltetett Máriának ajánlja fel angyal által selyempárnán tartott koronáját, hogy az Árpád-ház jövőjét és a nemzet és a királyság jövőjét megalapítsa. Ez akkor történik, amikor Szent István már eltemette Imre fiát, és utódjéből maradt a király. Ennek a felajánlási mozzanatnak nagy jelentősége a barokk kortól emelkedik fel, amikor a Szent István emlékére dedikált templomok szinte valamennyiében ezt a jelenetet ábrázolják a főoltár képeken. Tehát ahogyan Szent István térde felbe a koronáját felajánlja, és angyalok fogadják el tőle fent az égben, és adják át Mária számára a koronát. Itt egy kettő szentségről szoktunk beszélni, a korona és a király, tehát a király szentelés és a korona egymással összefüggő szentséget jelentenek, egyik sincs a másik nélkül, de ha a király fejére felkerül a korona, szenté válik, és fordítva is igaz, hogy amikor a király koronázak, a szent koronával kellett megjelenni. Az európai koronák történetében elég gyakori ez a szentségi korona esete, amelyik általában egy legendához kötődik hozzá, illetve a koronában elrejtett relikvia teszi szentté a koronát, és mindenkori király koronázáskor a főtere. A Szent Jobb ereke a másik kultusz, amelyik Szent István ünnepéhez kapcsolódik. Szent László királyunk avatta fel Szent István szentté, és amikor kibontották a székesfehérvári sírját, és előkeresték volna a csontjait, a relikviákat, akkor gyönyörű zenével és illatos rózsás vízben húztak a csontot. Ezeket kiemelték, hogy a relikvia értékével Nagyvárad melletti Unostorba került elhelyezésre, de a Szent Jobbot az aranygyűrűvel, a Szent Jobbot nem találták a sírban. A Szent Jobb elveszett, és egészen a 18. századig semmit nem tudtak róla. Egészen csodálatos módon került elő Ragúzából, egy kolostorból maga a Szent Jobb, és akkor Mária Terézia, hogy békében és egyességben élhessen a magyar nemzettel, ezt eljuttat először Bécsbe, majd Bécsből Budára mozgatták el a Szent Jobb. Ez a 18. századtól kialakuló kultusz a Szent Jobb körmenete, a tapjaink is az egyik legjelentősebb és a legfontosabb kultusz. Nagyon érdekes azonban, hogy hogyan alakult az új kenyér ünnepe. Valaha azt gondoltuk és mutatok, hogy ez is a szocializmusnak volt egyfajta gesztusa, hogy ne a Szent Király ünnepeljük, hanem valami más. De nem így történt, hanem a reformáció és a reformátusok akartak csatlakozni a nemzeti ünnepet, ugye a Szent István Király ünnepe nemzeti ünnepé válik a két háború között, és ekkor az úrvacsora és az új bor és az új kenyér úrvacsorája szentségét hozzácsatolták a Szent István ünnepére. Mégpedig nem is akármikor, hanem 1938-ban az eukarisztikus kongresszuson a Kalota Szentkirályi református lányok és legények részt akartak venni egy híres körmenetben, és akkor havasztalta azt, hogy a zsinat döntsön úgy, hogy erre az alkalomra tegye az új kenyér áldásra és az új kenyér úrvacsora ünnepét, hogy ezek a református leányok és legények csatlakozhassanak a körmenetben. Ezt a történetet pedig Molnár Ambrus református lelkész és néprajz kutató tette közé 1500-ben. Tehát olyan
kultusok kapcsolódnak Szent István reményéhez, amelyek folyamatosan megújulnak, folyamatosan gazdagodnak, és azt gondolom, hogy most, amit én itt láttam, és részt vehettem benne, számomra is azt mondom, hogy egy újféle szertartás, egy felekezetek között közösen megvalósított kenyér szentelés és ünnep jelentkezik, amelyet mindjárt kapcsolódnak. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen mi is dr. Szacsvai Éva ünnepi szavait. Most pedig népdalcsokrot hallhatunk, előadja Csóri Julianna és Lakiáné Bozóki Regina, akik a mai ünnepség során többször is meg fognak szólalni. Hallgassuk őket szeretettel. Sok Szent István napokat vígan megélhess, napjaidat számlálni ne légyen terhes, az ég harmatja a szívedet, újítsa áldások árja a házad, elborítsa Isteni kedvét. Amellett semmi bánat ne barátkozzék, légyen éltednek virága, mint kinyílt szíved, ne szenvedjen semmi sebes nyílt, s végleg az egek várát vígan szemlélhess, s ott aztán az életet jobbra cserélhess, az Úr a boldog életből részt adjon, angyalok serge körébe fogadjon, de fogadjon. Az idei augusztus 20-a azért is különleges, mert a kenyérszentelés szertartása összefonódik a Pócsvegyeri gazdálkodás történetének kiállításával, ami a közeli horvát kollárházban lesz megtekinthető. Felkérem, hogy a kiállítást nyissa meg dr. Muskovics Andrea Anna néprajzkutató. Kedves ünneplő közönség, kedves pócsmegyeriek! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a kiállítás megnyitóján, és egyben köszönöm azt a megtisztelő felkérést, hogy én nyithatom meg a kiállítást, illetve én beszélhetek először erről a gazdag anyagról. 7 évvel ezelőtt, 2010-ben, ugyanezen a napon, szintén egy fontos esemény volt itt Pócsmegyeren, az augusztus 20-ai ünnepség mellett, ugye ekkorra készült el a Pócsmegyer táj és néptörténete című kötet, amelyben nekem a gazdálkodásról kellett írnom egy rövid fejezetet, elsősorban az idősek személyes visszaemlékezései alapján. Hát akkor, amikor én itt elkezdtem kutatni, nem sokat tudtam Pócsmegyerről, viszont amikor elkezdtem beszélgetni az idősekkel, az egyértelműen kiderült, hogy ebben a témában sokkal több van, mint hogy egy kötetben mondjuk 10 oldalt írjon róla az ember. És hát igazából ekkor kezdődött meg az a kutatás, ami hát már 7 éve tart, és reméljük hamarosan már a végéhez közeledik, és erről egy összefoglaló munka is megjelenhet. Ugyanis szakmai szempontból is én nyugodtan merem azt mondani, hogy Pócsmegyernek a gazdálkodása az nagyon sajátságos, egy összekötő szerepet tölt be Dunántúl és az Alföld között. Ugye azt mindenki tudja, hogy a szántóföldi művelés és az állattartás az valamennyi településen, szinte valamennyi településen ugye a két legfontosabb ágazat volt. Itt Pócsmegyeren azonban mindig volt egy olyan kiegészítő ágazat, amire szükség volt ahhoz, hogy az emberek megélhessenek. Ez ugye kezdetben a hajóvontatás volt, később a szőlőművelés,
aztán a filoxéra után ugye az intenzívebb kultúrák, a zöldségtermesztés, majd pedig az epertermesztés. És pont ezért, hogy itt ennyiféle gazdasági ágazat volt, ennek a gazdálkodásnak a tárgyanyaga is rendkívül gazdag, és hát én még mindig a kiállítás hatása alatt vagyok, amit volt szerencsém már megnézni, tehát sok mindenre számítottam, de egy ilyen hihetetlenül gazdag anyagra nem. És én úgy gondolom, hogy még a pócsmegyeriek közül is lesz, aki meg fog lepődni, hogy milyen értékes tárgyak kerültek elő a padlásokról, illetve a kamrák mélyéről. És hát ugye mondtam, hogy volt szerencsém az elmúlt években nagyon sok emberrel beszélgetni, sajnos közülük sokan már nincsenek köztünk, de én itt szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen módon ezt a kutatást segíti, illetve segíteni fogja a jövőben. És hát végül is az a munka, ami majd egyszer meg fog születni, az nagyon-nagyon sok embernek a munkája lesz. És hát ugye a néprajzkutatók is az mellett, hogy terepen gyűjtenek, ugye a levéltárakban is kutakodnak, de mindezeket az ismereteket, ugye a tárgyak, az eszközök azok, amik kiegészítik. Hogyha majd belépünk ugye ebbe a kiállításba is, az ott látható tárgyak is valószínűleg mindenkinek valamit mesélni fognak. A más nem azért, mert már látott ilyet, esetleg az ő családjában is volt ilyen, vagy mondjuk a nagyszülő mesélt róla még évekkel, hosszú évekkel ezelőtt, vagy mondjuk egy-egy dokumentumban olyan ismerős nevet fog találni, akihez valamilyen emléke kötődik. Tehát amellett, hogy itt a gazdálkodás történet van bemutatva, ugye nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Pócsmegyeren a református vallásnak nagyon nagy szerepe volt, ugye nagyon vallásosak voltak az emberek, és ez a vallás a gazdálkodással is nagyon szorosan összefonódott, és pont emiatt ugye a reformáció emlékév keretében ez a kiállítás különösen is fontos, és mutatja azt is, hogy a magának a vallásnak mekkora szerepe volt. Én röviden ennyit szerettem volna mondani, viszont néhány nevet engedjenek meg, hogy megemlítsek. Egyrészt dr. Borzsák Enikőt, aki ugye a kiállítást összerendezte, ugye berendezte a két termet, illetve az udvart, aki az elmúlt hetekben azt hiszem nem sok órát tölthetett otthon, hanem ugye nagyrészt a faluban szaladgált, hogy minél több tárgyat össze tudjon gyűjteni, illetve Vitéz Csengő Csörner András nevét, aki ugye a korábbi években már számos gyűjtést végzett itt Pócsmegyeren, és ugye ezt az anyagot, amit ő gyűjtött, fényképeket, dokumentumokat, ugye mindig nagyon szívesen ajánlja fel a különböző kiállításokhoz, a különböző munkákhoz, és ugye neki köszönhető az is, hogy itt a különböző tablók megfelelő módon, tematikusan el vannak rendezve, illetve azok a kis kártyák, ami mindenki majd olvashatja a nevét, aki ugye ide tárgyakat ajánlott fel. Azt hiszem ez is majd nagyon jól fogja mutatni, az a sok név, ami elő fog fordulni, hogy ez a kiállítás, ez a településnek a közös kiállítása, ugyanis ahhoz, hogy ez létrejöjjön, ahhoz az kellett, hogy itt a településen élők nyitottak legyenek arra, hogy a régi eszközök azok láthatóvá váljanak, hogy ismét mesélni tudjanak az itt lakóknak. És hát én csak kívánni tudom, és sok sikert kívánok ahhoz, hogy a jövőben ez a munka tovább folytatódjon, ugyanis az elmúlt években azért jó pár kiállítás volt már itt, mindegyik nagyon gazdag tárgyanyaggal, és hát remélem, hogy egyszer úgy fogunk majd itt találkozni, hogy ezek a tárgyak egy állandó kiállításba fognak bekerülni, amit bármikor bárki megtekinthet majd. Én köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és ünnepélyesen megnyitom ezzel a Pócsmegyer gazdálkodását bemutató kiállítást. A faluban nincs legény, csak három, hát a búzát kivágja le a nyáron. Nagy a búza, ráhajlik a kaszára, szegény legény sokat izzad utána.
A faluban nincsen leány, csak három. Hát a markot kiszedi fel a nyáron. Piros pántlika lobog a derekán, úgy szedi a markot a legény után. Aras rózsám, aras, megadom a garast. Ha én meg nem adom, megadja galambom. Arattam, arattam, kivét is kötöttem. Galambom tarlóján meg is betegedtem. Körös főírészeg alatt három kislány zabot arat, ejhaj zabot arat a lóvának, szerető keres magának. Ejhaj zabot arat a lóvának, szerető keres magának. Mondd meg, babám vagy, üzend meg, miért haragultál rám úgy meg. Ejhaj, nem üzenem, nem is mondom, mert én te rád nem haragszom. Ejhaj, nem üzenem, nem is mondom, mert én te rád nem haragszom. Kérem Borda Áron agráregyetemi hallgatót ünnepi beszéde megtartására, amiben a pócsmegyeri gazdálkodó családok előtt fog tisztelegni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket itt az augusztus 20-ai ünnepségen és a pócsmegyeri gazdálkodás történetét bemutatni kívánok kiállítás megnyitóján. Mint a Budapesti Corvinus Egyetem gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakának hallgatója, azaz mint jövendőbeli agrárközgazdász, rengeteg számmal és képlettel találkozhatok tanulmányaim során. De egy valamit már az elején megtanultam. Az, hogy a mezőgazdaságot a legnehezebb leírni a matematika nyelvén. Az emberek ebben az ágazatban olyan lelkesedéssel, elhivatottsággal dolgoznak, amit máshol nem lehet megtapasztalni. Mindig igyekszünk számokkal meghatározni mindent, de könnyen belátható, hogy a vidék értéke felbecsülhetetlen. Például egy hektár földárát ugyan meg tudjuk határozni különböző módszerekkel, képletekkel, de jobban belegondolunk, és hogyha rendesen gondozzuk ezt a földet, még unokáink unokáinak is megfelelően fog teremni. Így igazi, valódi értéke szinte megfizethetetlen. Az EU költségvetésének nagy részét vidékfejlesztésre költ. Hogy ez miért éri meg? Mert nem csak megfogható és megszámlálható értékek vannak itt a vidéken, hanem például az ökológiai értékek, úgy, mint a gyönyörű szép környezetünk, kulturális értékeink, mint például egy recept, az életmódunk, helyi hagyományaink, és nem utolsó sorban vidéken nagyon nagyobb hangsúlyt kapnak közösségi értékeink is. Összefoglalva, az érték a lakóhelyünk és mi magunk vagyunk. Azok a hagyományok, amelyeket szüleinktől, nagyszüleinktől tanultunk, és amelyeket mi is tovább szeretnénk adni. Hagyományokat átveszünk, örökünk, életben tartunk, és akár mi magunk is teremtünk, aminek talán legfontosabb célja az, hogy az utódaink is ápolják azokat. Személy szerint, ha a saját családomra gondolok, akkor elmondhatom, hogy nagypapám is már fiatalon a piacon állt. A kiállításon megtekinthető egy 2001-es újságcikk, amiben őt kérdezték Szentendrén a piacról, és én már akkor 5 évesen mellette állhattam. Most már szüleim foglalkoznak főállásban ezzel, ők Szentendrén árulnak, én pedig Tahiton. A mezőgazdaság mindennek az alapja, mégis az egyik legnehezebb szakma. Melyik szakmában van például olyan, hogy egész évben dolgozol, és csak év végén aratáskor kapod meg a fizetésedet? Ez a szakma nagyon nehéz, de rengeteg sok örömöt és boldogságot tud nekünk okozni. Gondoljunk csak bele, hogy milyen jól tud az ember lelkének esni, amikor egy kis pihenő közben felnéz, és körültekint, és a gyönyörű tájat látja. Jelen esetünkben mi a gyönyörű szép Dunakanyarunkat.
Ilyen öröm például, amikor egy kis csikó születik, és ilyen öröm egy mosolygós, hálás arc a piacon, aki megdicséri fáradtságos munkát gyümölcsét. Ezekért is érdemes csinálni. Személy szerint, amit megtanultam, eddigi rövid életem során az az, hogy aki mezőgazdasággal foglalkozik, azt tisztelni és becsülni kell. Az, hogy vigyázzunk környezetünkre, mert olyan értékeink vannak, amiket később visszasírunk, ha eltűnnek. Fontos, hogy a folyamatos fejlődés mellett a falu őrizze meg falu jellegét. Végül pedig szeretném kérni mindenkitől, aki megtekinti a kiállítást, hogy gondolja végig, mennyi munka, verejték és mennyi öröm lakozik minden egyes eszköznek. Az, hogy meglévő hagyományainkat ne engedjük elveszni, ápoljuk azokat és vigyázzunk rá, mert igazi kincset kaptunk itt a Kárpát-medencében, itt a Dunakanyarban és itt Pócs megyében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Magyarország az én kedves szív hazám, oda fáj csak gyönge szívem igazán. Magyarország az én kedves szív hazám, oda fáj csak gyönge szívem igazán. Csak úgy beszélgetnek, hová repüljenek, hová repüljenek. Az egyik repült, az egyik repült a Talján országba, a Talján országba. A másik a repült, a másik a repült Franciaországba, Franciaországba. A harmadik repült, a harmadik repült szép Magyarországba, szép Magyarországba. Most pedig Samkó Péter tanár úr szeretne néhány szót ejteni a pócsmegyeri malomról. Úgy gondoltuk, hogy a pócsmegyeri gazdálkodás történetét bemutató kiállítás és az új kenyér ünnepe megfelelő alkalom arra, hogy a pócsmegyer történetének nagyon fontos fejezetében jelenlévő deákféle hengermalom történetéről is egy gesztus erejéig szót ejtsünk. Úgyhogy a magunk részéről szeretnénk hozzájárulni ehhez a gyönyörű ünnephez azzal, hogy az 1920 és 38 közötti a Dunán működő hajómalom és az azt működtető deák család, illetve a 38 és 51 között itt működő hengermalomnak
szintén emléket állítsunk abban a formában, hogy a malom épületében berendeztünk egy állandó kis emlékszobát, aminek az anyagát a Pócsmegyerekek világtalálkozója alkalmából ott bemutatott kiállítás anyagából állítottuk össze, egy kicsit átfogalmazva, kiegészítve a Szentendrei Stanzen vonatkozó emlékeivel is. A mai este folyamán mindannyiukat nagy szeretettel várjuk ott az itteni program befejeztével, és a továbbiakban is mindenkor nyitva áll a malom ajtaja az érdeklődők számára, hogyha ezt a kis malom emlékszobát szeretnék megtekinteni. Köszönöm szépen! Ünnepségünk végéhez közeledvén Kovács Tamás lelkipásztor úr kíván még egyszer szólni hozzá. Kedves ünneplő gyülekezet, ez a megtiszteltetés jutott nekem, hogy az egész közösség nevében hadd mondjak szívből köszönetet azoknak, akik a kiállításra tárgyakat ajánlottak fel. Köszönjük mindezt Bíró Józsefnek, Borda Józsefnek, Borda Sándornak, Borszékiné Rétháti Ágnesnek, Cserekje Zoltánnak, Gombos Zoltánnak, Kajos Lászlónak, Kis Jánosnak és Gizellának, Kovács Jenőnének, Kőrös Ferencnének, Kövecses Ágotának, Németh Miklósnak, Petter Andrásnénak, dr. Rezek Ödönnek, Sági Lajosnak, Sipos Ferencnének, Szente Sándornénak, Szente Istvánnak, Tóth Lajosnak, Rovina Lajosnak és Zsigmond Dánielnének. Külön köszönet Cserekje Zoltánnak és Szente Istvánnak, akik több hónapos munkával valósították meg, hogy a traktor, a magvető és a magszellőztető gépeiket itt láthassuk. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani dr. Korzsák Enikőnek a gyűjtésért és a rendezésért, a Zöldszigeti Kör Polgári Kultúrás Egyesületnek a kiállítás kezdeményezéséért és támogatásáért, és Vitéz Csengő Csőner Andrásnak, aki hatalmas értékű dokumentumokat mutatott be igényesen kialakított tablóin, olyan dokumentumokat, amelyek egy kivételével még soha sehol sem voltak láthatóak. Köszönjük mindenki munkáját! Pillanatokon belül elhangzik a szózat, amivel ünnepségünk itt a Bocskai téren véget ér. Oh.